Sziasztok! Ez a késbarátok csatorna, ez pedig a Spider-Co Double Bevel. A kést Bob Terzola tervezte, nem ez az egyetlen modell, amiben közreműködött, ő és a Spider-Co, ugye több közös modelljük is van, ez az egyik. Ez egy ilyen kis, hát talán gentleman foldernek nevezhető kés. Igazából a méreteit és a kialakítását tekintve egy jó használható darab. Azt mondom, hogy ugye a Tantóhegyel egy picit talán ez a taktikai vonal, de igazából tényleg inkább az elegáns, egyszerű kések világában mozog. A markolat az ugye G10, és abból is ez a finoman struktúrált darab. A klip az négy irányban átrakható, hegyfent, hegylent állásban, jobb és bal oldalon. Ugye a markolatot azt acéllinerek merevítik még, ilyen teljesen egyszerű távtartókkal. Ugye van zsinórfurat, amit én már ki is használtam. És ugye jól látható a Spider-Co védjegye, a nyitófurat, az ugye egészen így kiáll a markolatból, és ezáltal ugye könnyen nyílik a kés. És itt még ugye a régi fajta Spider-Co felirat van, illetve a VG10 japán anyagjelölés és a Terzola logó. A VG10 az nagyjából ilyen, hát most már ilyen alsó közép kategóriát képvisel az acélok tekintetében, viszont egyébként a mai napig az egyik legjobb acélnak tartják. Nagyon jó korróziótűrő, jól élezhető, nagyon szép, ilyen szalag húzható rá, borotva éles, jól tartja, tehát igazából tényleg egy ilyen hétköznapi munkakésnek bőven megfelelő, és tényleg nagyon jó a cél. Ugye itt kétféle leélezés látható. Ugye van egy ilyen hátsó, az egy picit vastagabb, tehát ott látszik is, hogy vastagabb az anyag. Ott ugye egy ilyen holkeres leélezés van, és maga az élszög is talán egy picit más. Ugye az inkább ilyen finomabb munkák elvégzéséhez, vagy erősebb vágásokhoz alkalmas. És ugye van egy teljesen flat rész, ami ugye inkább ilyen finomabb vágásokhoz alkalmas. És ugye egy tantóhegyben végződik az egész, úgyhogy tényleg egy ilyen magán kiskés. Itt fönt egy ilyen hamis fokja található még, ami ugye a szúró mozdulatoknál könnyebb behatolást eredményez, tehát hogyha szemből nézzük, akkor egy picit ilyen lándzsa egyszerű a kiképzés. Ugye itt található ilyen rácsúszásgátló, tehát tényleg jó rá lehet fogni. Abszolút finoman működik, könnyen nyíli, könnyen csukódik. A zárszerkezet az liner lock, és ugye szépen le van csiszolva itt a penge, hát is tényleg egy ilyen minőségi kis kés. Az acélányára ki vannak könnyítve, ezáltal az egésznek a súlya ilyen 90 g környékén van. A penge az 86 mm, tehát éppen, hogy meghaladja a legál határt. A markolat az 10,2 cm, tehát ilyen közepes kézbe, vagy akár nagyobb kézbe is egészen kényelmesen fogható, bőven a négy ujjas kategória. És ha ráfog az ember, akkor is még kényelmesen tudja fogni. Illetve egyébként érdekes, hogy még így is ki lehet nyitni a kést, tehát mintha egy ilyen kis front flipperes megoldás lenne. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ezek a recék, ezek
picit ugye erősebbek, és ugye mivel vajpuhán nyílik a kés, ezért hogyha betámasztod az ember, akkor hát nem mindig sikerül, de egészen könnyen ki lehet nyitni. De hát nyilván a hagyományos mód az egyszerűbb. Ez volt a Spider-Core Double Bevel. Sziasztok!